Na, sziasztok srácok, itt vagyok egy újabb videóban, és a mai videóban nem játszani fogok, hanem egy nagyon-nagyon hasznos appot fogok nektek megmutatni. Ez egy Brawl Starshoz készült app, ahol meg tudod nézni az adataidat, ami a játékban is megtalálható, tehát ezek nem olyan nagy újdonságok, mint rekordkupa, győzelmek száma, nem annyira fontos dolog, azt kell, hogy mondjam, de itt grafikonon is láthatjuk, de sajnos nekem még nincs elég adat, ezért nekem majd csak később lehet látni. Ezen kívül láthatjuk itt a Brawlereket, hányas szintűek, hányas rangúak, nem olyan fontos, viszont már a következő dolog, ami érdekes, az mindenféleképpen egy fontosabb dolog, mert ilyen nincs a játékon belül, hogy ö, klub történelem, klub history. azért fontos, mert tök érdekes megnézni, hogy ettől meddig voltam az aranykaktuszban, és utána átkerültem a gémerekbe most. Átmentem. Jó, ez szép és jó, de ezért most megéri letölteni applikációt a telefonomra? Jogos a kérdés, a válaszom nem. Viszont van egy olyan funkciója, amiért megéri letölteni ezt az applikációt, ami nem más, mint nem ez, de gondolom ezt is megmutatom, hogy hat húzzam még a időt. Itt meg tudod nézni, hogy hányarik vagy országba, illetve világon. Érdekességként ez is jó, ez is a játékon belül ugye megtalálható, de ha nincs kedve felmenni Brawl az applikáció belül is megteheted. De itt van egy ilyen funkció, hogy event. fölül legyetek, hogy azon ír, hogy upcoming, ez azért van, mert ezek a pályák holnap lesznek bent. És na, ez viszont már egy hasznos funkció. Látod, hogy mennyi idő múlva fog jönni a pálya, ezen kívül látod, hogy melyik pálya jön be. Ezt a játékon belül nem látod, viszont egy nagyon-nagyon hasznos funkció, hogy tudod, hogy most Dynamite-ot ki akarod húzni mondjuk rang 15-ösre, de a pálya ilyen közepesen jó neki, és akkor nem tudod, hogy most a holnapi pálya jobb vagy rosszabb lesz, és akkor megéri még ma pusolni, vagy várja meg a holnapi pályát inkább, és akkor pusoljak vele. Viszont ha használod ezt az applikációt, akkor tudod, hogy holnapi pályára jó lesz Dynamite, vagy nem lesz jó. Ez, ez egy gyors kis példa volt, ami eszembe jutott, mert pont tegnap is szívtam meg, de mindegy. Igaziból, itt ennyi a lényeg, és ugye itt láthatod a jelenlegi pályát, ezek kívül még fontos információ, hogy javasol bróvereket, ami azért lehet fontos, mert ha nem tudod az adott pályára melyiket érdemes hozni, mert még kezdő játékos vagy, elég jól javasol, nem azt mondom, hogy tökéletesen javasol, de nem javasol annyira rosszul, például a erre a mai pályára nagyon-nagyon jó, ezek a távolsági falon átdobáló karakterek mindenféleképpen jó választás, Rikó is jó tényleg a sok fal miatt, tehát tényleg elég jól javasol, persze nem tökéletes, mert magadnak kell tudni, hogy mi a leghozzádillőbb karakter. Szóval ezek a funkciók nagyon hasznosak, főleg egy kezdőjátékos számára. És ezért az UpCapping funkcióért szerintem megéri letölteni. Én egy dolgot hiányolok az applikációból, nagyon-nagyon-nagyon hiányolom ezt az egy dolgot, ami nem más, mint hogy nincsen KD. Én nagyon-nagyon kíváncsi lennék a KD-mra, szerintem nekem lehet, hogy egy fölött van a KD. -m. Tudom, kicsit nagyképűen hangzik, mert az egyes KD az már nem rossz, de agresszív játékos vagyok, ezért szerintem nekem egy fölött van a KD-m, legtöbbször szörpartiban halok meg és nagyon-nagyon kíváncsi lennék a pontos KD-mra, ugye ha valaki nem tudná mi az a skilled dead assist, tehát mennyit ölsz, mennyit öl, illetve mennyit halsz egy me meccsen, és ebből jön a KD, és ugye a meccseket összenéz, és szóval ennyi a KD. Tök érdekes dolog, én ezt nagyon hiányolom az applikációban, ezt ha beletennék a készítők, szerintem egy hibátlan applikáció lenne, így is nagyon-nagyon hasznos, bár nem tudom, hogy nekem mennyire éri meg, mert nekem a klámba mindig beírja valaki, hogy melyik lesz a következő pálya, de ha épp pont nincs fenn senki a csatán, akkor én is magamnak meg tudom nézni, melyik lesz a következő pálya, illetve kit hozni. Én nagyjából tudom, hogy kivel akarok játszani, tehát ez a funkció engem annyira nem érdekel. Egyébként fontosnak tartom megemlíteni, ahogy a tutoriál része is ennek az applikációnak mondja, hogy nem a neveddel tudsz bejelentkezni a profilodba, hanem sokkal inkább a Teged, de, mert ugye Balen nevű ember vagy King nevű ember van több is, viszont ezzel a teggel csak én rendelkezek, és csak én használom. Szóval csak az enyém ez enyémet a tag, szóval ebből nincs más ember, ugyanilyen tege. Itt látjátok a profilom alatt, a tutorial elmagyarázza, hol találod meg ezt a teget, ha esetleg nem tudnád. Igaziból ennyi lett volna ez a videó, tudom, rövid volt. De ha tetszett, iratkozz fel, egy lájkot, like ja, és még egy nagyon-nagyon fontos dolgot el kell, hogy nektek mondjam, mert valószínűleg meg fogom csinálni azt, hogy lehessen csatlakozni a csatornámhoz, ami azt jelenti, hogy havi 1000 forintot, ha fizetsz, amit én kapok meg pénzt, akkor lesznek különleges funkcióid, mint például live-on színes lesz a neved, különféle zászlók lesznek a neved mellett, ezen kívül, hogyha ezt megcsinálod, akkor nagyon-nagyon hálás vagyok, egész olyannyira, hogyha lesz live-on nézői game, vagy duozok, akkor veled fogok jönni, mert hát aki ezt megteszi, hogy támogat engem havi 1000 forinttal, az biztos, hogy live-ban sokkal többet fogok vele játszani, ezen kívül live-on kívül is fogok vele játszani, és belőlem, mint Brawl Stars ban mint Clash -ban, mint amelyik játékban szeretné, barátnak. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy megérdemlek havi ezer forintot, akár egy hónapban, 1000 forintot, és annyival támogatná a csatornámat, azt nagyon-nagyon szépen megköszönném. Sőt, ezt a pénzt arra fektetném be, hogy megvegyem a vágóprogramot, mert úgy, hogy nem jön be, szóval, hogy ar, még a csatornába is fektetném be. Igaziból tudom, sokat nem érdekel, ez ezért a videó végén mondtam, mert nem akartam az elején azoknak ezt mondani, nekik, ez nem érdekel, de ha valaki úgy gondolja, hogy megérdemlem ezt a kis pénzt, akkor azt nagyon-nagyon szépen köszönöm, és ha te vagy a legnagyobb nézőm, akkor ha tetszett, iratkozz fel, dob egy lájkot, csőcső.